A mi hazánk felülvizsgálná az ingatlan maffiát és a népnyúzó végrehajtókat segítő becsérték szabályozást. Az infláció, az energiaválság mellett már régóta hatalmas probléma Magyarországon a lakhatási válság, és ez nagyban tetőzi az, hogy nagyon sok árverést foganatosítanak a végrehajtók, és nagyon sok ingatlan rendszerint áron alul értékesítenek ilyen módon. Ezen felül pedig problémát jelent a becsértékekre vonatkozólag, hogy ez idáig semmilyen szinten nem volt rendelkezés, hogy milyen tartozások esetén is lehet árverést kitűzni, vagy pedig a becsértéket meghatározni. Ezen szabályok pedig nem másnak kedveznek, mint az ingatlan maffiának és a végrehajtó maffiának. Most pedig bevezették, hogy ha az összes tartozás összértéke meghaladja az 500.000 forintot, akkor csak a felett lehet becsértéket kezdeményezni a végrehajtóknak. Meglátásom szerint ez nagyon alacsonyan meghatározott összeg, és már-már arcpirító egyébként, főleg annak tekintetében, hogyha megvizsgáljuk a folyamatosan növekvő ingatlan árakat, pedig így meglátásom szerint mindenképp növelni szükséges lenne az árakat figyelembe véve ezt az 500.000 forintos meghatározott értéket. De nem csak ezzel az összeggel van probléma, hanem a becsérték megállapításával és annak megtámadásával is. Ha idáig jut az ügy, ugye tudni kell, hogy az adósokra már rendszerint inkasszót helyeztek a számlaszámukra, illetve ugye letiltást is eszközölnek, ezáltal ugye nagyban csökkenhet az adósoknak a bevétele. És hogyha kapnak egy becsérték közlést, annak a megtámadása, hogyha nem értenek egyet ezzel az összeggel, akkor az hatalmas összegeket emészhet fel az adós számára, ami maximum 300.000 forint lehet a jelenlegi szabályozások értelmében. De ezen kívül, hogy ezt a hatalmas összeget nehezen teremtik meg az adósok a kifogás benyújtásával, alapvetően még a becsérték megállapításával is problémák vannak, mivel a végrehajtó ugye az önkormányzatot kéri meg az adó- és értékbizonyítvány meghatározására, hogy ő az alapján állapítsa meg a becsérték összegét, amit szintén nem szakemberek állapítanak meg egyébként az önkormányzaton belül. És ha ezt ugye az adósok megtámadják, akkor szintén nem a végrehajtó végzi el egyébként a munkát, hanem a bíróság fog határozni, hogy pontosan akkor milyen mértékű legyen is a becsértéknek az összege. Így kijelenthető, hogy a végrehajtó pusztán csak a papírozásban vesz részt a becsérték megállapítása folyamán, és ezután pedig tartja a markát ugye a jutalékokra és egyéb végrehajtói költségekre. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért kezdeményezi, hogy végre ne az ingatlan maffiát és a népnyúzó végrehajtókat szolgálják ki a törvények, és ennek érdekében pedig a végrehajtói becsérték kifogás esetében csak a megállapítás után kellene meglátásunk szerint fizetni a díjakat az adósoknak, ha nem volt jogos a kifogás elleni becsértéknek a megállapítása. A végrehajtói irodát pedig köteleznénk, teljesen az ő hatáskörükbe helyeznénk a becsérték konkrét megállapítását és ennek valós tartalmának a meghatározását is olyan módon, hogy hivatalos becsérték megállapító magánszemélyek, cégek határozzák meg a becsértéket a továbbiakban.